A neves művelődés történész és levéltáros Magyar László helytörténeti könyvéből nem csak a kutatók ismeretik meg Szabadka városát, hanem az itt élők is. A szócikkek a magyarázó jelleg mellett egykor volt hétköznapi történeteket is rejtenek. A könyv Szabadka és környékének helyneveit foglalja magába. Ez egy szócikk gyűjtemény, amely nagy segítséget nyújthat a kutatóknak, akik ezekről a településekkel található helyneveket kutatják. Ebben a könyvben nem csak földrajzi nevek vannak, hanem híres épületek, lakóházak, intézmények, egyesületek nevei, illetve vendéglátóipari létesítmények, és sok más érdekesség is. A kötet az Életjel könyvek sorozataként jelent meg, ez a kiadó 196. könyve. Az itt élő emberek megunták a sárszegjelzőt, és be akarták bizonyítani sokan, hogy hát ez a város mégsem nem a sárszeg, hogy a Szabadka szép, és Szabadkán érdemes élni, és Szabadka tulajdonképpen egy gyönyörű hely. A kiadvány az Életjel kiadónál és a szabadkai antikváriumban is beszerezhető.